Harmonika szó köszöntötte a Váramegye megyei értéknapra érkezőket. A vírus járvány után nagy kérdés volt a szervezők számára is, vajon milyen vonzása van a helyi értékeket bemutató találkozónak, melyen a települések vonultathatják fel mindazokat a tárgyi és gasztronómiai különlegességeket, melyek egyedivé teszik őket. Nos, a Tolna megyei önkormányzat vezetői számára ez egy örömteljes nap volt, hiszen jóval az eredetileg vártnál többen látogattak el Sárszentlőrincre. Az első ilyen alkalommal akkor egy kicsit izgultam, hogy érdeklődés lesz-e, meg hogy milyen értékek, meg hogy is van ez az egész. És akkor is már elképesztő mennyiségű információhoz jutottunk, rengeteg olyan dolgot találtak az emberek a megyébe, ami nem csak az ő szűk környezetükbe tart számot érdeklődésre, hanem egész megyei szinten számít, és itt megint elmondom, értéknek. A koronavírus azért megviselte az embereket. Sokat voltunk otthon, sokat voltunk egyedül, sokat voltunk férjünkkel, feleségünkkel, családunkkal, ami nagyon jó, de most már hiányzik a barátság, hiányzik a buli, a közösség, egy kis evés, ivás, a jövő tervezése. Erre itt lehetőség lesz. Kellemes zenement mellett, jó ételekkel, barátokkal, hihetetlen. Az értékmentésben kiemelkedő szerepet vállal Tolna megyében a Nemzeti Művelődési Intézet is. Munkájuk elsősorban a kistelepülési közösségek számára világítja meg a saját hagyományaik összegyűjtésének és közreadásának fontosságát. Nagyon örülünk annak, mikor az érték egy-egy településen az értéktárak megalakulnak, folyamatosan szaporodnak. Mi nagyon szeretnénk elérni, hogy teljes lefedettség legyen a megyében, hogy minden településen legyen értéktár, hiszen azok az értékek ott vannak mindenkinél, és próbáljuk erre ráébreszteni az embereket. Mert mikor mondod, hogy hát legyen értéktár, hát nekünk nincs értékünk. Hát az is érték, mikor a dédnagymama megtanítja a gyerekének, unokájának, hogy hogyan kell egy bogáncsból fotelt készíteni, ugye a régi időszakokból, az már egy érték. És a mai világban ezek az értékek elvesznek, hogyha nem örökítjük meg, és nem írjuk le, és nem hagyjuk, hogy fent maradjon. Én bízom, hogy egyre többen vagyunk itt ezen az értéknapon is, minden évben folyamatosan alakulnak még az értéktáraink, és egyre több érték kerül bele az megyei értéktárakba is, és a települési értéktárakba is, hiszen az országban dobogós helyen vagyunk, Tolna megye. Én úgy gondolom, hogy próbálunk mindent megtenni azért, hogy jó legyen. Megjelent egy kiadványunk is, ami Baranya-Somogy és Tolna megye értékeit mutatja be. Mi a tolnai kumokat mutattuk be, mert a 460 értékből nem tudtunk volna szívem szerint kiválasztani, mert mindegyik a kedvencünk, de a 20 tolnai kumot tettük bele ebbe a kiadványba. Ahogy hallottuk, a megyei értéktárbizottság munkájának eredményeként ma Tolna megye az országban élen jár a helyi értékek felkutatásában. A kezdeményezés életszerűségére ez a tény, no meg az is visszajelzés, hogy évről évre szép számmal jönnek vissza a települések az értéknapra. Íme itt a példa, összejön a megye közössége úgy, hogy ebből a több mint 5000 emberből, apróból és idősből az öme nem is ismeri egymást személyesen, de ez este már nem lesz igaz, hiszen indul a barátkozás, és ami még lényegesebb, indul egymás értékeinek a megismerése által az, hogy meg tudjuk egymást becsülni. Ha már diákok, aprók és nagyobb diákok körébe egyre népszerűbb a vetélkedőnk, miért ne próbálhatnánk meg ezt felnőttek körébe is? És digitális formában meghirdettük a megye településeinek az értékvetélkedőt. Döbbenetes volt szembesülni vele, hogy több mint 1,5 tucat csapat jelentkezett, végig lelkesen részt vettek, nagyon komoly tanúságot adtak arról, hogy nem csak érdeklődésük van, hanem a saját értékeik vagy szomszédok értékei tekintetében olyan tudásuk is, amivel minket is segíteni tudtak. Hogy a kis települések szempontjából mennyire fontos az értéknap, jól jelzi, hogy többen minden egyes rendezvényen jelt adnak magukról. Elhozzák azt, amit önmaguk szerint különlegessé teheti az adott települést, és példát mutatnak ezáltal a többi önkormányzat számára is. Így van ez például Bogyiszló esetében is. Bogyiszló egy hagyományőrző település, tiszta forrás település is. Ezt a címet nem sok Tolna megyei település tudhatja magáinak, de hát ez kötelez is minket. A négy nagy gyűjtő közül Lajta László
Bogyiszlón számtalan olyan nép zenei emléket tudott begyűjteni, amely a magyar kultúrának része. Máshol Vikár László, aztán Kodály Zoltán és Bartók Béla, de ez egy nekünk különleges népzenei hagyományaink vannak, különleges a népviselete Bogyiszlónak, és hát az arra kötelez minket, mint talán a legfiatalabb Tolna megyei települést, hiszen csak 1931. január 1-je óta vagyunk Tolna megyében, hogy minden olyan helyre eljöjjünk, ahol Bogyiszló községnek az értékeit be tudjuk mutatni. Mi úgy gondoljuk, hogy érték az is, hogy sajátosan főzzük a birka pörköltet, vagy tejfős kalácsot készítünk, vagy paprikás rétest. Ezt egyébként az Ízek utcájára is el szoktuk vinni Budapestre. Bárhova, ahol lehetőség van Bogyiszlónak a település marketingjét, hogy így modernen mondja, hát akarjuk működtetni és szélesíteni. Süli János a Paksi bővítésért felelős miniszter Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője találkozón arról beszélt, hogy a helyi értékek összegyűjtése és megmutatása hozzájárulhat egy térség identitásához, és ezzel vonzóbbá teheti azt a vidéki fiatalok a letelepedés előtt állók számára. Ez is egy szakma. Föltárni, megmutatni, megőrizni az értékeinket, az egy fontos dolog. És ugye a régi, akik elszármaztak a megyéből, azokat is tudatosítani velük, hogy igen, komoly értékek. Azoknak is megmutatni, akik esetleg visszavágynak, vissza is jönnének ezekre a kis településekre, és fiataloknak is, hogy itt meg lehet találni az értékeket, hozzanak vissza kisgyerekkel, települjenek. A családtámogatás is erről szól, a lakáshoz jutási támogatások is. Mindent, hogy próbáljuk újra benépesíteni, utolsó pillanatban vagyunk egyébként, és ezekhez az értékek megmutatása, felsorolása, megőrzése, ez mindegy élhető környezetet tud adni a gyerekeknek, hogy azt a tudatot, hogy mi a magyarság, mi az, hogy mi köt össze bennünket. Tehát azt gondolom, hogy jó úton járunk. A szokásoknak megfelelően ezen alapon hirdették ki az adott esztendőben Tolnai Kummá választott értékeket. A megyei értéktárbizottság döntése értelmében idén az Ozodai vár, a dombovári kötődésű Rákóczi Tudós és Mésző Miklós írói munkássága került fel a listára.